közben. És bocsánat, itt felest megihatok előtt? Nagyon izgulok. Van éve a hang. Akkor bocsánat, egy feles megihatok előtt. Igen, akkor felesse, már nincs idő ezek szerint. A következő videónkban Balázs készült nekünk egy félig töltött Coco Choco Armageddonnal. Én azt hittem, ez a része a kulisszatitok. Tévedtél? Hát tévedtem. Ez a legújabb Barrel projektünk, ahol azért hívtuk Vivit segítségül, mert volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztük, hogy ez talán az a Barrel Project, ami igazán olyan kókuszos lett, ami a te kókusztendedjeidnek is megfelel. Igen, igen. De aztán meglátjuk, hogy mit tesz vele az idő. Mert azért nagyon el tudnak illanni ezek a kókuszaromák. Ja, de azért reménykedjünk a legjobbakban. Meg hát ugye ebbe más formába is került bele a kókusz, ugye, ha jól tudom. Igen, tehát itt már nem előre pörkölt kókuszcsipszet használtunk, ami egyébként nem volt annyira erős kókuszos ízjegyekben, hanem sima kókusz szeleteket, és akkor ott a sütőben pörköltük meg. Tehát a szokásos rákrél is a hand roasted matrica. Na hát azt javaslom, hogy akkor egy ilyen multitasking keretein belül egyszerre mesélj és tölts. Ah, jó. Ah, nice, szénsav. Jó sört nyitottál ki? Sör az jó, csak nem tudom, hol az üvegnyaka. Kelemetlen, ezt bénán nyitottam ki. Mindenesetre minden bizonnyal nem a sörbe esett. Sőt, én arra is tudok tippelni, hogy a kupakban ragadt. Azt a mindenit. Igen, olyan... Ez az, ami nem is folyik tényleg, hanem így csorog. Gurul. Igen. Nem is folyik, hanem csorog. Ez lesz a videó címe? Ja, egyébként erről a sörről. Eléggé szirupi. Én azért remélem, hogy most már nem ebbe a palacba fog belemenni majd. Azért úgy így álltok, mint a... Marci, neked is. A halászlevet. Kicsit úgy átszűrítek a fogatok között, hogyha benne van egy üvegszilánk, akkor... Ez az indokolatlan sűrűség, ez megtalálható lesz minden palacba, vagy ez a hordó vége nevű palacnak egy speciális tulajdonsága? Hát azért itt van hordóvége effektus ennél a palacknál. Tehát ugye direkt azért lett ez eltéve saját célra, hogy... Hát a legjobb részt magunknak hagytuk. Hát, úgy eszik a legjobb részt. De egyébként, tehát hogy tényleg elég sűrű alapvetően is a sör. Itt amiket főleg tudni kell róla, hogy bourbon hordóban volt élelve ez is. Itt az elszagolás után azért hallottam egy ilyen... Igen, tóhangosan jött ki a véleményem. Elég komoly illata van. És milyen olajos az a durva. És az az kemény egyébként, hogy nem látszik, hogy habja lenne, mert nincs. Ellenben szénsavas. Mert... Hát ugye a kókuszból származó olajok, azok egy ilyen... Nem tudom, hogy ezt föl tudja esetleg venni a kamera, hogy gyere ide az én szemszögömbe. Nem tudom, lehet-e látni, hogy ott vannak a tetején, és szinte visszatükröződik rajta ez a... Igen, egészen mutatja. Tehát ez a réteg az, ami teljesen meggátolja. Viszont egyébként illatban annyira durva, hogy már nem... Megtaláltad az üvegszilánkot? Nem. Illatban annyira durva, hogy félek megkóstolni, mert most mint egy ilyen Schrödinger macskája, ez eddig egyszerre a legjobb sör, amit valaha főztünk, meg nem is. Wow. Az a baj, hogy nagyon sokszor dobálózunk ezzel a forró csoki ízvilággal, hasonlattal, na de ez tényleg konkrétan olyan, mint egy ilyen nagyon sűrű forró csoki, így visszahűtve. Ja, hát visszahűtött forró csoki. De akkor ez lesz a videónak a címe? Ja, mert ugye a kókusz mellett került bele még kakaóbab is egy tekintélyesebb mennyiség, és... Nagyon jól áll neki az alkoholos karcosság is egyébként. Karcosság? Ez csak az üvegszilán miatt van benne. Van benne egy kicsi, hogy így felmegy az orrodra. Igen. Van ez az ilyen fejedbe szállós, ilyen intenzív alkoholérzés. Hát igen, azért egy 10 pár százalékos sörnél ez már
Szinte elvárás. 11%, ugye? Na, vagy 12. Ez egy egyhordós művelet lett? Egy hordó lett, igen. Jó, hát akkor ez megint ilyen örökölhető verzió. Minden esetre azt gondolom, hogy hát nem akarok ilyenekkel dobálózni, hogy most legjobb, nem legjobb. Továbbra is iszonyatos flow-ban van ez a projekt, és egyetlen egy olyan nem volt az utóbbi időben, ami kilógott volna minőségben. Talán, hogyha a Hot Mint Senior Airy-át elképzeli valaki úgy, hogy a mentát kicseréli kókuszra, ugyanaz az alap, ugyanúgy bőrből. Gyakorlatilag ez is történt. Csak igen, csak ott a menta ment bele, itt meg nem ment a menta bele. Nyertem az orosz ruletten egyébként, mert tudtam úgy inni, hogy nem volt benne üvegszilánk. Én minden esetre azért megjegyezném, mert nem lenne korrekt, hogyha nem tenném meg, hogy a kókusz azért úgy még ebbe is lehetne több egy kicsit. Mi van? Nem. Mi van? Nem tudom, nekem annyira nagyon-nagyon sűrű csokis, ami tök finom. Uh-huh. És hogy a kókusz az tényleg csak olyan kis sejmességet tesz bele, de hogy nem az nagyon... Nem tudom, hogy hol van a kókusz inger küszöböd, de én most azért... Azért és a bors is hiányzik belőle. De jó, akkor megnyugtattunk, hogy ez sem lett volna az a belőle projekt. De hogyha esetleg véletlenül, mint címkefelelős, a saját fejedet vágod középre a logóba, szerintem több senki nem sértődne meg rajta. De hogy egy kicsit szomorú arccal, ami így azt jelzi, hogy egyébként Vivien még mindig nem ért egyet azzal, hogy ez mennyire nem... kókuszos. Igen, már dolgozunk azon, hogy kókuszerjesztő tartályban kókuszléből készítsünk sör, de még adógyi megfontolásokból nem sikerült. Szóval nem, egyébként ez a melegednie kell szerintem, és akkor jobban. Ja, hát egyébként jobban, igen, ilyen nulla fokon. Mert azért elég hűvös most. Ja, viszont még melegszik. Nagyon-nagyon jó, meg ennek a kakaobabnak a keserűsége, hogy együtt játszik a stoutnak ezzel az édes alkoholosságával. És akkor rá az ad egy olyan smi illatot, meg alapot, amit most így jobb kifejezés hiány, egy ilyen konyakmeggyességként írnék le. És akkor amellett van ez a kókuszvonal. Tehát olyan, mintha valami olyan konyakmegy lenne, amiben nem megy van, hanem kókusz. Á, tehát kókusz. Ilyen bounty és konyak megynek. Hát van ez a kicsi kókuszos golyó, mi az a... Kókusz golyó? Nem tudom, bocsánat. És olyan folyadék van a közepén, az a... Á, olyan. Aha, nem? Igen. Rum kókusz? Az. Rum kókusz. Akkor ez lesz a videó cím? Akkor ez lesz a videó cím. Ez whisky kókusz. Ja, ez whiskyvel van töltve. Úgyhogy le a kalappal. Ez ismét egy nagyszerű tétel, amire érdemes lecsapni. Kíváncsi vagyok azért, hogy a nem hordó végpalackok milyenek. De a hordó végpalack az lehengerlő. Igen. Innen folytatjuk. Fókusz.